Újrét a csatornámon én Timi vagyok, és egy Avon videót hoztam nektek. Igen, jól hallottátok, Avon videót. Tudom, hogy nagyon rég volt a csatornán Avon videó, de mindegy is, most az lesz. Nem nagy csomag, kettő parfüm kellett az egyik ismerősnek, és így magamnak is vettem egy-két terméket. Amint tudjátok, nagyon rég sminkeltem, terhesség alatt egyáltalán nem volt hozzá se kedvem, se időm, se energiám, és elég sok használt, meg nem használt, meg régi sminkeim voltak, így mindent kidobtam, kiszeleptáltam, egyetlen egy Revolution paletta maradt meg, az a nagyon nagy, többi mindent kilöktem, és most arra gondoltam, hogy újra vásárolok egy pár kis sminket, egy ilyen alap sminkhez, ne vigyük túlzásba, egy kis szépségért. Úgyhogy egy pár sminktermék lesz nekem is benne, de addig nem is húzom a szót, megbontom, csak ez nagyon zajos. Most, hogy bontottam ezt a gyönyörű szép dobozt, ismét eszembe jutott, hogy mennyire utálom az Avonnak ezt az új dobozát. Annyira jók voltak azok a régi dobozok, hogy az valami hihetetlen. Most ide fel kellett jöjjek a hálószobába, mert Lacus a nappaliban aludt el, a konyhába megy a mosógép is, mosogatógép is, hogyha földszinten nagy zaj volt, úgyhogy ide jöttem elbújni. Sikerült megbontani a dobozt, amit látjátok, ez így sikerült szétszibálva. Hát megmondom, mi lepett meg. Avon Pour For Her Toilette Vaporisateur Pour Elle, egy női parfüm. A Focus magazinban volt 1599-1499-ért ez a Avon Pour parfüm. Férfi változatban. Betettem a kosárban azt a kódot, ami a parfümhöz volt, és még akkor is azt írta, hogy for him, és erre feljön egy parfüm for her, egy női, a férfi helyett. Nem a magamnak akartam venni, hanem a férjemnek akartam venni egy pur parfümöt, erre felkaptam egy női változatot, mert nincs elég parfümöm itthon. Rendelésre volt az Avon Little Black Dress 100 ml-s parfümje, 5999 forintba volt, került, bocsánat. És ugyan az illető kért egy 100 ml-s Blue parfümöt. A katalógusban, megmondom őszintén, nem találtam csak a 100 ml-s parfümverziót, viszont 2999-ért találtam így ezt a változatot, hogy van benne egy golyós dezodor is, és a 100 ml-s parfüm 3000 forintért, úgyhogy így rendeltem meg. Megkérdezem, ha szeretné így, hanem akkor szétbontom, kiveszem belőle a parfümöt, és olcsóban odaadom neki a parfümöt. Lacikámnak, Eriknek vettem egy parfümöt, mert elfogyott a parfüm, amivel mindig fújta magát. Nem rossz illatú. Bocsánat, itt is vagyok. Ez a köhögés kikészít. Nincs rossz illata, így kifújva sokkal másabb. Ő az apjának az egyik parfümét használta, hát elfogyott, úgyhogy rendeltem neki egy sajátot. Ez a Marvel-es, Spider-Man-es, ezer nem tudom mennyi volt, 150 ml, remélem, hogy örülni fog neki. Magamnak rendeltem, akcióban voltak a szemceruzák és a szájkontúrok, és úgy volt, hogy 1000 forint volt lekerekítve, 999 forint volt egy darab, és a másodikat megvehetett 700 forintért, így hát kettőt is vettem magamnak,
egy Sugar Plum nevezetűt, és egy emeráldot. Az emerald egy ilyen nagyon szép zöldes szín lesz, amit látható itt a kupakján is. Míg a Sugar Plum a nevében is benne van, ugye egy lilácska, ami ismét egy ilyen. Nagyon szeretem az Avonnak ezt a fajta glimmer stickjét. Én teljesen oda vagyok értük, és több színben is elhatároztam, hogy rendelni fogok, és majd kicsit oda fogok figyelni erre a smink részre. A zöld, bocsánat, az egy kicsit ilyen csillogósabb árnyalatban kéne legyen, ha jól emlékszek, és a lila egy ilyen sima, krémesek, én nagyon-nagyon szeretem őket, a vízvonalamra szoktam általában használni, de van, hogy a tusvonalat is ezzel készítem. Szeretem, tartósak, úgyhogy teljes szívemnek is tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki. Következő termék, amit nagyon régóta nézegetek a katalógusban, és mindig gondolkodtam, hogy megveszem, nem veszem, hű de jó, hű de nem jó, viszont több videóban is a Fügei Citrom oldalán, ugye, aki nem ismeri, az csekkolja le, mert Avon tanácsadó, koordinátor, és mostan van egy Facebook csoportja, ahol sminkes videókat is készít, mert nagykövet lett az Avonnál, és több videójában is láttam, hogy őt használja, és azt mondom, muszáj most már kipróbáljam, mert a Viki nagy ódákat zeng róla. Rá is kérdeztem, hogy ő milyen árnyalatot használ, de azt mondta, hogy neki az egy kicsit világosabb, úgyhogy én egy árnyalattal sötétebbet, vagy sárgásabbat választottam, és ez nem más, mint az Avontól, ez a Serum Foundation, egy 30-as napvédőkrémet is tartalmaz, nagyon kis aranyos, és szerintem nagyon ilyen szép a csomagolása. Most ugrik a majom a vízbe. Készfejemre vittem fel itt egy kicsit, szerintem látszik is, világosabb, mint a kezem, feje. Kicsit rózsaszínesebb árnyalat, az én testbőröm inkább egy sárgásabb beütésű, matra szárad, az automatikusan észrevettem, hogy lemattul. Viszont így az arcom sokkal világosabb, mint a kezem feje, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, de ha úgy van, és érdekel, akkor írjátok egy kommentrészletbe, és egy videóban kipróbálhatjuk majd őket, és esetleg készíthetünk majd egy sminket, amennyire én sminkelek, ezt még most jelentem, tudjátok, hogy nem vagyok egy nagy smink guru. Úgyhogy, ha szeretnétek, akkor csekkoljatok és írjatok. De szerintem ez a hétköznapokra nekem ez dosztig elég. Itt a kis totyimban nincs is más, mint a jövő havi katalógus. Vele kapcsolatban ismét egy kérdés, ha szeretnétek, mint a régi szép időkben Avon katalógus lapozgatást, akkor azt írjátok meg. Vajon még megállítjuk ezt a videót, vagy tízszer, mert köhögnöm kell. Szóval, régi szép idők, Avon katalógus lapozgatás, megnézzük, hogy milyen akciók lesznek jövő hónapban is. Úgyhogy, ha érdekel a katalógus, akkor azt írjátok meg, és akkor készítünk egy lapozgatós videót. Úgyhogy csak már a katalógus van benne, egy ilyen külön kiadás, tudjátok, az a decemberi inspirációs ötletek és dekorációk. Karácsonyra ismét köhögnöm kell, amikben tudjátok, ilyen mindenféle karácsonyi kis bizbaszok, illatos cuccok, ágynemük, takarók, papucsok, pizsamák, mindent is meg lehet találni. Egy mikulási ajánlat. Azt hittem, hogy a gyermeksége centriz a gép. Úgyhogy ennyi lett volna. Kettő dolog rendelésre. 2199 volt a
Bocsánat, tényleg ne haragudjatok. Ez a kis gyönyörűség. Nagyon várom, hogy kipróbáljam. 900 versus, és 1000 versus 700, ha úgy veszek, az 1750-ben jön ki darabja. A parfüm és a kisfiam parfümje és a rendelésem. De ha minden jól megy, decemberben is lesz Avon unboxing videó, Avonos rendelésem, úgyhogy azt is megmutatom nektek, mert tudom, hogy nagyon szeretétek az Avonos videót, de így a terhességem miatt nem nagyon foglalkoztam vele, mint semmi egyébbel, de visszatérünk mindenre is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!